Sziasztok, kedvék, és ez nem más, mint a My Gaming Club, és már gyülekeznek is a kis géberek, hogy jöjjenek nyúzni a setupokat, viszont egy darab gép nem indult be, és amikor próbáltam bekapcsolni, kiírta, hogy valamelyik alkatrész hiányzik, vagy hát nem működik. És hát ebből gondolom, hogy nem kilopták belőle a videókártyát, hanem egyszerűen ebben romolhatott el az alkatrész, ami múltkor is. Még érdekes, hogy múltkor kiírta, hogy elromlott, és utána még ment tovább. Még úgy benne volt a lendület, hogy utána már, amíg nem léptünk ki, addig még működött. Viszont hát most meg kellene nézni, hogy mi van veled, barátom? Szépen sorra veszünk minden egyes alkatrészt. A videókártya 89%-os, jó lesz az még, ezzel nincsen probléma. Memória. 100%-os a memória, szerintem megtaláltuk a kakuk tojást. Ezt én még eBay-en eladom. Nem írjuk oda, hogy működik, egyszerűen csak odaírjuk, hogy dísznek. Ki tudja, lehet valaki idén karácsonykor ramokkal akarja feldíszíteni a fáját, nem pedig szaloncukorral. Not working, ott van, nem hazudunk. Kiíratnák, hogy good, de nem hazudunk. $8 leradjuk a nem működő ramot. Teljes mértékben. Benne vagyok. E-waste. Annak még jó lesz. Na jó van. Oh, mi volt az a csilingelés? Nem mondod, hogy már megvették. Már megvették! What? Hát, ha ezt tudom, akkor minimum $10 adom el a rossz ramot, hát ekkora bizniszt még életemben nem csináltam. De figyelj, amúgy is fel kell tölteni az automatát, szóval menjünk egy kört, ezt meg feladjuk. Lehet valaki már csak azért vette meg, mert nem hiszi el, hogy valaki egy nem működő ramot rak fel eladásra, és úgy volt vele, hogy biztos csak elírta. Várj, mi a kód? AA14G. Már mehet is, lehet becsomagolni. Igaz, hogy egyébként a szállítási költség elment annyi, amennyi a RAM volt, de talán egy 6-5 dollár profitunk van rajta? Nice! Az legalább 6 darab üdítőital végül is, szóval abból meg csinálunk még több profitot, meg leszünk. Ja, elismerem, hogy a konzerves kaja nem nagyon működött, akkor legyen ilyen nagyszerű sült hús, meg zöldségek, persze, ebben a fagyis dobozban gondolom az lesz majd egy jó hidegen. Megeszi ott valaki. Szerintem jó lesz. Oh, az van a bevásárlás. Not enough money. Nem elég rá $168? Na hagyjad már. Levezzem mind a $37-omat. De kipergeti azt a mindenit. Na, ennyi már elég? Mi mindig nem elég? What? Igye visszajövök, várjál. Mondjuk jó, hát már legutóbb is több $100-okat vettem ki a gépből, szóval ja, igazából reális. Hát mintet ki is vettem, mert abban már nincs. Ja, itt begyűjtjük. Hát már. Már van is itt az asztalokon egy úristen, ott elvettünk egy 100-ast. Not bad. Egyből $420 van. Ennyi már elég lesz? Nagyszerű, $220 volt. 3 kosárba fér csak bele. Nem baj, így kell ezt csinálni. Hopp, közöbb pittyent valami, meg is érkezett a $8. Jaj, de gyönyörű. Egy elégedett vásárló ma is. Ennek mindig nagyon örülök. Sört mindenképpen a legfelső polcra rakjuk, hogy a kicsik ne érjék el, csak a dajok. Kicsoda gyerek zár azt a mindenit. Még néhány nagynak se kéne elérni azt a sört, na mindegy. Ott is van az instant tészta, $5 adjuk. Ennek már így van is értelme, szóval vegyétek a dolgokat, csak nyugodtan. És hát akkor ezt viszont újra működésre kéne bírni. Nézzük, IBM van-e valami óram? Hát nincs. Jó, hát most már nem szórakozunk. Ha veszünk valamit, akkor most már normálisat veszünk, szóval kell is pénz, köszönöm. 3200 MHz-es DDR4, remélem, hogy az alaplap az... ne várjál már. Az alaplapoknál nem írja, hogy milyen RAM való bele, pedig egyébként kéne. Próbacseresznyi maximum, beletapossuk. 8 GB DDR4, legfullosabb RAM. Lehet, hogy inkább a 16 giga és kisebb megahertz lenne a jó, de majd idővel kapnak még több RAM-ot, azzal nem lesz probléma. Akár 16-ot, akár majd 32-t is, de most egyelőre hasítson az a 8. Pattintsuk bele, és nem lehet, mert hogy ez DDR3-as alaplap, azt ezt így fejből kéne tudnom. Elnézést. Jó, hát akkor van egy RAM-unk a jövőre tekintettel. Jaj, vagy új alaplapot is. Francba a gépfejlesztése, mindig mindenből új kell. Ja, és nincs is fönn használtan IBM-en. Ja, franc egyé meg. A krúj proci kell, mert új a foglalat, Jézusom. Egy jó 10.000 KF, normál és $188. Ó, szép. 438 helyett. Adom, jó lesz. Az alaplapot meg megvesszük igazából. Most már nem sokat kell várni, meg legyen rá a pénz szerencsére. Már most volt a gépbe $78. Wow! Ti kis bélpoklosak. Ha nézd meg, ott van a kis tészta,
sör mellé. Hát nem csodálom. Teljes menüt szolgálunk fel. Ó, kaptunk értékelést az eladott rossz RAM-ra. 4,7 csillag. Nagyon boldog vagyok ezzel a vásárlással. A laptop ide körül annyira, de... Ha ő boldog, akkor én is. Ott a fullos kis alaplap, akár mehette bele két videókártya is, még szerintem a játék nincsen erre felkészülve, meg a legtöbb játék se, szóval valószínűleg nem lenne túl sok értelme, viszont már akár erre is lenne lehetőségünk ezzel a fullos lappal, és kibontatjuk az új procit is, az is vehet be a helyére, hát még egyelőre gyári hűtő megy rá, ja, majd max egy kicsikét. Visszafogja magát a fullos videókártya, ami hát úgy fogja visszafogni, mint az állat, de hát na, hamarosan az is kifingik, és akkor majd mehet belőle egy olyan, olyanból is fullos, illetve egy RAM, és egyébként ebbe is 4 RAM megy, szóval majd mehet a 32 GB-s setup, szóval ez így kész van, újra visszaállíthatjuk hadirendbe a kis katonánkat, hogy gyűjtse nekünk a pénzeket, és kíváncsiak, hogy mennyit növekedett FPS-be, illetve árba. Hát valószínűleg nem sokat, még ilyen videókártyával, de na. Az alaplapot meg még megtartom, meg a procit is, az még jó lehet, ha valami kifingik. Várjál, mert azt mondja, hogy még valami nem jó benne. Mi van? Ó, a táp is 100%-os, jó kis 500-as volt pedig. Hát akkor azt is eladjuk. 16 dollárért. Nice. Van nem, mint hogyha nem lenne igazából semmi az az árvár nekünk, de megvették. What? Jó, oké. Mindegy. Gyorsan szerzünk egy újat is. Egy 600-as good. Jó lesz. És itt közben eszembe jutott, hogy a múltkori részek a végén volt egy nagyon epic rendelésünk. Ami, hát... Meg kellett volna, hogy érkezzen ugyebár. De ahogy bejövök a trekkinghez, nincs itt semmi. Sehol sincs semmi. Mert... A megrendelés közben léptem ki, és úgy néz ki, ezt nem menti el a játék. De vicces. Szóval az egész rendelésük ment a kukába, vágod? Ó, Istenem. Hát könnyen jött, könnyen ment. Nem baj. Lesz még olyan... Egyszer. Sőt, igazából ennek az alaplapját kicserélhetném azzal. What the hell? Jöttem inni, meg enni, mert ilyen halok. És ott egy videókártya. De ez nem volt ott eskü. Legalábbis én nem vettem észre. De azóta nem volt frissítés, akkor... Srác, ez a tiéd? Nem? Akkor most már az enyém. Tehát, hogy ez így micsoda? Ha ez eddig is ott volt, akkor én összeszedem magam. Milyen a vírje? 0%. Ez egy vadi új videókártya. Ez egy kis easter egg. De várjál, nincs itt még valamelyik polcod, egy processzor, vagy egy hűtő, vagy nem tudom. Nincs. Pedig errefele még jobban el tudtam volna képzelni, hogy valami el van dugva. Hát ez nagyon fura. Kösz szépen, ez akkor... Ajcsi. Ez akkor bepattintom valahova. Ez a 1660, nem? Vagy melyik is ez? Akkor már mehet is bele ebbe a gépbe, mert közben megcsináltam a swap-et, ebbe visszament az a jobbik, de kevésbé jó alaplap. Ebbe pedig belement a fullos alaplap, toronyhűtőt belevettem, hogy azért mégis mutassunk is valamit. A 2070 ott alul, meg ilyenek. Várja. 20-70. Ja, tényleg ebben már az van. De várjál már, ez 20-80. Vagy what? Jó, mindegy. Király. Az a lényeg. Biztos, hogy elírták a gyárba, semmi probléma. Így akkor ezt le is zárhatjuk, és kíváncsi vagyok, hogy 19 euróról, dollárról vajon mentünk-e föntebb? Hát nem. De figyelj, lehet most már megadják érte a 20 dollárt? FPS-ekben hogy teljesít Call of Duty? Oké, nem rossz. Far Cry. Hoppá! A 90 FPS, hello! A jó proci, jó alaplap, jó ramok, minden klappol. Ezt már szeretem. Na? 20-20 dollár. Tetszik? Jaj, de tetszik neki, jaj, de tetszik, és leül a AC-ket tőzni, figyelj! Jó az. És akkor megy ez a setup is. Király! Újra minden a helyén. Ott van bele még 8 GB RAM. Ott a 9900K good állapotta, féláron, a legjobb proci a játékba. Kettő darab good állapotú 2080, féláron mind a kettő. Jó idejókat raknak föl. 1500 dollár összesen, még van mellett egy fullos alaplap is. Alakulunk. És így már a fullos setupunk majdnem. Tényleg fullos lesz, már csak nagyon apróságok hiányoznak majd. De már rendelem is! Hehehe! Útközben meg inkább most megyek gyalog és jobban körbenézek. Hát ha valahol még el vannak rejtve ilyen kis dolgok, nem csak ott a boltba. Hanem úgy relatíven nagy a map. Jó, már nem mint hogyha az a videókártya annyira el lett volna rejtve, egyszerűen csak én voltam vak. De hát na,
ki tudja. Hát ez azért nem mondom, hogy mindenhol körbenéztem, de eléggé sok sikátorba, és hát egyelőre nem volt semmi. Na mindegy, majd azért még nézelődök, ha meg valahol nem voltam. Nézzük a leggyorsabb procival az FPS-t. Fixe 100 fölött, 122. 16. RAM is benne van, ugye. Jöhettek ide. Ár, de egy kicsikét kevésbé piros talán a 20 dollár, nem vagyok benne biztos, de lehet. És ez a gép pedig kapott egy 2080-ot, meg what? Valamire elromlott benne. Valószínűleg most így kikapcsoltam és építgettem. Elszabad őket kikapcsolni, ez a tudóság. A vinyó. Nice. És akkor most már a szomszédgép is egészen jó lett így 2080-nal, meg jó procival. Itt is megvan már a fix 60 FPS, a második gépünk. Ezért mennyit tudunk elkérni? Nem is látom, hogy melyik az. Valószínűleg ez az, aminek 9 az alapára azóta is. Micsoda? Érted? Megveszik itt az RGB-s egeret, RGB-s gépházat, meg monitort. Egyből duplájára növekszik az összeg. Itt meg fullos 60 FPS biztosítunk, és semmi. Wow, mennyivel többet számít az, ami látszik, és az, ami hát... Nem annyira, hogy úgy mondjam. Na mindegy, ezeket még elszórom valami más gépbe, aztán utána akkor már sejtem, hogy mivel kell tovább fejlődnünk. Ami nem lesz más, mint ennek az oldalnak a külsejének a fejlesztése, hogy mehessen a parasztvakítás itt az RGB-kkel meg minden, de hát ehhez kell pénz is, szóval vártam egy pár napot, hogy gyűjjenek azok a dollárok, és ez egyben egy nagyon jó kis teszt is, hogy melyik setup hozza a legtöbbet, mert ezen az oldalon azért még több della van, ott is, és itt pedig talán kisebb az a hegy, mert nem feltétlenül majd ugye a 20 dolláros óra díjas fogja a legtöbbet hozni, kíváncsi vagyok. Kezdjük mondjuk ezen az oldalon, ezzel a hát viszonylag egyszerű kis setup-pal, ez 600 dollárról felpumpál minket 1000 dollár környékére. 355 dollár. Not bad. Kövi setupnál 309. Igen, azt hiszem ebbe valami már jobb alkatrész, mint ebbe. 302, megyünk lefele egyre jobban, ajaj. És ez pedig 411. Mi van ebbe, de most komolyan? Ha jól tudom, semmi extra, sőt... Ja, ez egy full alap setup, csak szerintem ez van a legközelebb az ajtóhoz amúgy, hogy gyorsan behúzza őket. És akkor most jöhet a combosabbik oldal, itt az első setupunk. Hú, van azért ott, mint a tejbe aprítani apukám. Ez kérlek szépen 750 dollár. Ég és föld a különbség, pedig... Na jó, azért ez se gyári teljesen, igen, ebbe van egy... 1650, meg talán egy picit jobb proci, de nem, talán a proci az alapja. Tökre nem indokolt, hogy ennyire jó legyen, és mégis. Hát valószínűleg az asztal megtetszett neki. Várja, ez most komolyan nem kapcsol vissza. Ó, Istenem, meghalt benne valami. És hát még nem kapcsoltam ki, addig ugye nem volt baj. Most meg leszettem az oldalát, azt egyből felrobbant. Nagyszerű videókártya kuka, RAM kuka, másik RAM 98%-os, jó lesz az még, harcol a hazáért. És ennyi, a többi cucc jó benne. Oké, annyira azért nem brutális. De azért a kis 1650-et sajnálom. De ma ott is van egy csere videókártya, lehet válogatni. Mehetünk tovább. Szedjük a kövi setupot. Van a zélóvé rendesen, 3300 lett, ami 622 dollár. Lehet, hogy itt is a közelebb van az ajtóhoz dolog bevált, mondjuk a monitor is jobb. Ja. Így jár alapján egyébként nagyjából mindegyiknél így a zöld zónába mozgunk. Ez például szerintem pont ez a 11 dolláros, igen, nem csoda, hogy annyival többet hozott, mert hogy mellé még azért annyira nem durva az ár, ez pedig szerintem pont egy 7 dolláros lehet valamelyik. Ez pedig itt mellette valószínűleg akkor egy 10 dolláros lehet. Vagy ez, vagy ez. Jó, most az ez kedvéért muszáj volt, de legalább tudjuk, hogy ez is 10 dolláros itt mellette. 668-as profit. És a legutolsó, a csúcs dísz, a legdurvább gamer gép, na erre igazán kíváncsi vagyok. 4000-ről megindulunk, 4300, 4700, 5000, 5100, 5200, mi van veled? 1146 profit. Ja, jó. Oké, azért azt lássuk be, hogy ez minden tekintetben jobb köbben, mint az összes többi, kivéve asztal, meg talán egy-kettőben a videókártya, szóval annyira nem csoda, de hogy azért ekkor legyen a különbség, és egyébként érdekes, hogy ez a második helyezett 750 dollárral, ha bár nem sokkal, szóval azért el lehet fogadni, és akkor úgy néz ki, hogy a 20 dollárt úgy perkálják ki ezért a setupért, mintha nem lenne holnap, mondjuk, hát ki tudja, lehet, hogy 19 dollárnál mondjuk tovább maradnának, és végül
is több lett volna, de szerintem maradhat. Így akkor van 5000 dollárom, ami hát sajnos annyira nem sok, mert hát mint tapasztaltuk, ugyebár hát akkor asztalokat kell vennünk, székeket, RGB-s cuccokat. Na de azok bizony nem IB-esek, azokat nem lehet venni olcsóbban okosba, azok ki keperkálni, bizonyám. És bár is ott vagyunk, hogy 3600, pedig vettem két asztalt, borzasztó. Ó, az üdítőautomatát nem is néztem, 500 dollár, nice. Közben azért is dolgozott. Azért mindjárt egységesebbnek néznek ki a setupok, és amúgy majdnem kiértünk odáig, ahol már azt mondtam, hogy az 5V5-ös setup no-no, mert nem lesz elég hely, ez még szerintem pont a tökéletes. Na de, szerintem a gépházakat egységesíteni kellene, az úgyis sok munka, addig meg gyűlik megint a pénz, ezt meglátjuk az így mennyit dob majd rajtuk. Most mennyi az alapáruk? Most már 9 az alapáruk. Vagyis normál áruk, legyen minden 10 dollár. Kivéve, ami nem. Közbértékeléseink hogy alakulnak? Mert nagyon régen néztem. Azt a 4,6 csillag! Már majdnem elértek az 1000 pozitív értékelést. És 4,8-osok, 4,6-osok, tökéletes. Még kicsikét jobb lesz majd az összes setup, és ez fix 5-ös lesz kb. Mindegyik. Itt kint szépen a szabadba mennek a gépház cserék, és egyébként nagyon megérős, mert 3 dollárt növel a setup értékén, érted? Egy 200 dolláros RGB-s gépház. Hát igen, könyvet a bolítójáról ítélnek meg, a kis naívak. Viszont közben pedig raktak föl IB-re még egy 8 GB-os RAM-ot, és az meg jöhet bele ebbe. Ami nem megy bele? Akármennyire is 4 slotos, nem fér bele csak 2 RAM. Ó, hát akkor 16 GB-os lehet. Viszont, akkor ez azt jelenti, hogy minden fullos itt, kivéve a táp, mondjuk hát ha bírja, jó mondjuk annak a 600 wattosnak már izzadnia kellene, de végülis ha bírja, akkor bírja. Illetve az SSD. Az SSD-ben látok potenciált a tápba annyira nem, de veszünk egy fullos tápot és meglássuk, hogy biztos, hogy nincsen hatása. SSD-ből a legnagyobb az 512-es. Ó, fejhallgatóból sem a legjobb van ott. Ja, illetve hát egérből meg billentyűzetből sem, mondjuk ez periféria. És egyelőre a gépházon belül gondolkodok, meg vannak itt hűtők. Ó, azt hiszem pont 3 megy egy gépházba. Akkor legyen az is. Ott az 1000-es táp. 200 dollárért, nem rossz, nem rossz. Azért még elverünk rá így is egy keveset, a belsejére is. 600 dollárt így zsírulja alkatrészekkel, kíváncsiak megéri egyáltalán. Vinyóról SSD, de az ár semmit nem változott. 1000-es táp benne, és semmi nem változott. Mehetnék bele a ventilátorok, egy gondolom oda, vagy oda lentre. Haló, csak hátulra lehet? Komolyan? Hát de az lenne a lényeg, a befújó. Hát ne szívas. Oké, ő tudja. Kösz, ez se befolyásolt semmit. Hát ez szomorú. Figyelj, de az biztos, hogy fullos a gépnek a belseje, még hogyha ez nem is érte meg. A továbbiakban már ezt is tudjuk, hogy mi igazán a fontos. Csak elketyegjen legjobb procival, legjobb videókártyával, legjobb alaplappal, meg na jó, egy 8 GB-os legjobb RAM-mal, és azon kívül a többi, meg igazából nem elsődleges prioritás, maradjunk annyiba. Viszont akkor itt nézhetjük az FPS számokat, Far Cry 120 FPS-sel hasít. Dota, amivel az elején szenvedtünk, most már 150 FPS totálisan e-sport ready, Doom 190, Need for Speed 200 plus, ez a városépítős, 460, Minecraft 260. Jó, szerintem, aki ide leül, az után egy jó pár óráig itt fog maradni. Na de nézzük akkor egér, billentyűzet, meg a fejes. Hát ez így még egy jó 300 dolcsi. Új egérrel az ár, 2 dollárt hozott az egér. Hát a hottyod, már 160 dollárba került az egér. Mely már innen, mi pénzeket elvertem én dolgokra, és jó fejhallgató, a kis lila rózsaszín fejhallgató, nagyon cukker, nézzük csak, plusz 1 dollár, 23 dollárnál tartunk, és a billentyűzet, várjál már, abban a legjobb volt. Shit. Akkor 23 dollár, nem ad senki többet. Az egér hogy adhatott hozzá 2 dollárt, én nem értem. Ennyi, jó, na jó. Azért a jó egér az fontos. Hogyha ugye az ember úgy játszogatni szeretne, azért fontosabb, mint a billentyűzet. Ha jól emlékszem, talán az akkorát nem dobott. Várja, hagyd dobjak ide egy régi, ilyen kis
Szerencsétlen. Ja, $1 visszavett a billentyűzet. Reális, reális. Fejhallgató is fontos, de nem annyira, mint az egér. Szóval összességében amúgy tök reálisak az árnövekedések, hogy tényleg hát a külsőről állapítja meg az ember, hogyha már külsőre nem nyeri meg, akkor már utána lehet abba bármi, hogyha tényleg érted, a fejhallgatóról esik le a fülpárna a gépháznak, meg ki van szakadva az oldala. Ha nézem csak a széket, azt még külön nem néztük annó. Vissza a faszékre, -$3. Régi monitorral, azzal a kis dinoszaurusszal, -$3. Még azért ez drága is volt ahhoz képest. Egát, $570. Jó, ide jól áll neked az a kis fejhallgató, apukám. De milyen érzés a világ tetején a fullos géppel nyomatni? Figyelj, én nem tudom, hogy milyen lehet, de azt tudom, hogy ez a 23-as óradi, az kemény lesz. A legalábbis neki. De én biztos, hogy nagyon fogom élvezni. Mi? Bocs már, srác, én csak dolgoznék itt. Még a nyakamba turházik. Az előbb nem mindent néztem tökéletesen, viszont most minden alkatrészt, meg asztalt, széket megnéztem. És összeraktam egy ilyen kis tier listet, hogy melyik is a legmegérősebb, a győztes a billentyűzet. Hiszen 68 dollár befektetésével ad hozzá $1 az értékéhez. Szóval mindenkinek új billentyűzetet. Mindig a legrosszabbhoz mértem a legjobbat, és azt is figyelembe véve, hogy melyik mennyibe kerül. Jó, közben összeszedhetjük a gubát is, mert összegyűlt egy pár. Ott van megint egy kis torony. Ezt nagyon pörgették azóta. Nulláról $3,400, így kell ezt. 1000 éves beragadó billentyűzetek mindenhol lecserélve. A második a listán az egyértelműen a gépház. $200 ráköltesz és $2 ad hozzá. Ez már ugye a legtöbb helyen megtörtént. Ott az egyetlen, ahol még nem. Pont az itt a sarokban. Szépen minden gépházat a lábak mellett világít, és a következő a fejhallgató $120, $1 ad hozzá. Mindenkin ott az új lila kis fejhallgató, és a következő, ami legjobban megéri, az a szék, ami ugyan $460, ami nem kevés, de $3 ad hozzá, ami azért ugyancsak nem kevés. És hát ebből még egy jó párat kell vennünk, szóval neki is eshetünk, hát de mondjuk ez így ezresével vágja oda a pénzemet, hát erre nem is lesz. Még tudunk venni 4 széket, az hello, akkor is meg egy hiányzik. Úgy néz ki, ezek $23 valamiféle lélektani határnáruk, mert ilyen ennyi pénzé nem jönnek játszani. 22-t azért elviselik, de 23 az no. Nézzük már meg ez az autós fotelt, igaz, hogy $720, szóval no way, hogy ez nekem megéri, de annyira kíváncsi vagyok rá, hogy ez így mi? Mi ez a kanapé? Nem is értem. Hát, hogyha mondjuk így fogom, és én azt mondom, hogy ennek a setupnak egy kanapé lesz. Azért ne lehetne csapati, de hát nem is veszi be, mint szék. És hát azért lássuk be, nem feltétlenül lenne kényelmes az egérhez, meg a billentyűzet, ez oda nyúlni maga a joystickról. Lehetséges, hogy majd tervezek én konzol setupot is, és akkor azokhoz lesz majd használatos. Tehát ennek akkor így semmi értelme nincsen, legalábbis hát egyenlőre. Viszont hogyha már ott nem is, akkor már itthon legyen már vele egy kis luxizás, érted? Na jó, berakjuk a radiátor elé, de azért végig csak kiüld ide egy kis csillezni, napozni, mielőtt még bemegyünk a melóba. Ez mégis csak jobb, mint az a szék, vagy ez a kis sarokülő. Így, szépen közép régezítva. Itt vannak az új recsegős bőrszékek, és a következő az az egér, mert 160-ba kerül, és egyet ad hozzá. Pedig nincs rá elég pénzem. Hehe, szívás. De gyorsan össze is kaptam $630, pedig nem is olyan régen szedtem. Amint ahogy láthatjátok, most már ilyen átlag $17 a közepe, ami még úgy zöldbe van, és most arra pályázok. Akkor egerek kicserélve, és igazából az utolsó előtti, ami nekünk már az utolsó, az a monitor, mert hogy az 570-be kerül, de 3-at ad hozzá, és a legrosszabb az asztal, amivel kezdtük igazából, zseniális, mert hogy ez 780-ba fájt, és 3-at adott hozzá. Egy dolgot még elfelejtettem megvenni, az FC Cleanert. Nem tudom, hogy mire lehet jó, de mindjárt fel is telepítjük, letakarítjuk, 10 GB-ot leszedett. Király. Így gondolom a Vinyón egyre kevesebb lenne a hely, és nem férne fel új játék. Azzal már nincsen baj. Már minden fönn van, ami kell. Hát én azt mondom, hogy ezért a látványért már megérte megcsinálni minden egyes setup, világít, villog, jó a fejes, jó az egér, minden jól működik, és hát a szép nagy monitorok is a helyükön. Így egyébként az a legdurvább, hogy mindegyik setupunk elérte a $23-os árat, habár azért még közel sem mindegyik, hogy mondjam,
fullos, így a belsejét tekintve. Mondjuk egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy időközben eléggé úgy jöttek újabb videókártyák, itt egy 2080, ott egy 1650, szóval azért egyik sem annyira nagyon rossz, de hogy azért egyre de számítson az, hát ezen még van mit balanszolni, de most én nagyon örülök neki, mert mindenhol úgy pörög a pénz, mint az állat. Meghagytam ugyanazt a 22 dolláros setupnak, az összes többi pedig szép 20, így eléggé sokan jönnek most is, majd hogy nem, hát teltházunk van, igen. Szóval teljesen gyönyörű. Valaki, adja már át a gépet, please. Up, ott is van valaki, csak már arra vagyok kíváncsi, hogy hány órát... hogy hány órát sikerült összeszedniük a Dave profilban. A Dota 104 óra, Minecraft 69, nice, Half-Life 47, GTA 52, Call of Duty 45, és igazából akkor valószínűleg a többi profilt is szépen pörgették. A Dota volt a nagy király, az Oscarban például 34 óra Dota. Oh, meg a Minecraft az például 36. Ja, szóval a lényeg, hogy nagyon pörgették, és azért a bevételre se panaszkodhatok, habár még ezzel a bevétellel is, hogy most egy összeszedegettem a pénzt egy ilyen, nem tudom, 10 perc után, az mondjuk egy ezres, de ha belegondolunk, hogy mennyi egy fullos gépnek az ára egy alkatrész szinten, hogyha mondjuk már csak az eBay-eset nézzük, de ha meg az újat, hát azért ez még mindig eléggé távol van. És azokat én majd úgy szeretném, hogy majd ahogy romlanak el a régiek, úgy majd ahogy pótoljuk, úgy jönnek majd az új alkatrészek, amik már a csúcs kategóriák lesznek, mert azért itt láthatjuk, hogy itt ez mind kuka, ezek mind teljesen meghibásodtak, ezek még bírják, esetleg egy kis cserére bemehetnek. Meg hát itt a régi setupok ide lehet jönni lomizni, hogyha valaki szeretne egészen nyugodtan. De hogy így folyamatosan meghibásodnak, és akkor így lehet fejleszgetni. És ha már a kupit mutattam, a bolt meg így néz ki, hát vásároltam itt egy párszor, nem gond. Szóval ja, így szeretném majd tovább fejleszgetni a setupokat, aminek igazából túl sok értelme nincsen, csak hogy hát igazából jó fejek vagyunk, viszont elméletileg lesz is erre majd alkalmunk, hiszen a játékhoz érkezik majd még frissítés, legalábbis a fejlesztők ezt mondták, én nagyon bízok benne, hiszen nagyon jó pofa kis játék volt, nekem nagyon megtetszett, szívesen vennék új helyeket, nagyobbakat, új alkatrészek, stb. Konzol setupok. Szóval remélem, hogy tudjuk majd folytatni ezt a sorozatot, de egyelőre számomra ennyi tartalom volt benne. Hát remélem, hogy nektek is tetszett, hogyha így volt, akkor mindenképpen dobjatok a videóra egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!